Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja. Ó virág, egy kedves mosoly, rebegés, hogy köszönjük, meg hogy de jó, hogy vagytok, meg nélkületek, szóval csak veletek. Kinyitjuk a frigót, nem találjuk az orrunk előtt lévő sajtot, hol az okném és hol a tisztaink, anya, hallod? És borostások vagyunk 3 napja, mert nem vagy otthon. És hogy kell pelenkázni? És én nem tudok a szülőire menni, és különben is ez női dolog, vásárolj. És ha egyedül vagyunk, üres a frigó, 2-szer is felvesszük a gatyát, és a csíkosinkhez kockás nadrágot húzunk, és minden a feje tetejére áll. Boldogtalanok vagyunk, ha nem vagytok. Boldogtalanok vagyunk, hölgyek, ha nem vagytok, és életképtelenek. Jó tudom, vannak kivételek, de tényleg fogalmam sincs, miért hívnak minket az erősebbik nemnek. És azt sem tudom, hogy miért nem minden nap köszönjük meg nektek, hogy vagytok, hogy miért viszünk olyan ritkán virágot, vagy miért adunk olyan ritkán egy kedves mosolyt, és miért nem mondjuk naponta, hogy csak veletek. Csak veletek jó. A Nemzetközi Nőnapon legyetek köszöntve. A battered old suitcase into a hotel someplace in a wound that will never heal. No prima donna you know the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Good night to the street sweepers and all these night watchmen, flame keepers. Good night, Matilda.